a pakliban? Tehát ezt mind attól követelheti függ, hogy ki a mennyit nép? És hogyan lopott. Természetesen. Tehát ön is de az azzal kezdődik, hogy egy olyan bíróság hálózatot kell felállítani, amelyik nem elkötelezett semmi irányban, hanem valóban az Úristenre és a becsületre fölesküdött emberekről beszélgetünk. Mert a jelenlegi állapotban másként néz ki ez az egész. Tehát itt alapvető, valóban rendszerváltást kell létrehozni, ami nem olyan egyszerű. Mondok egy példát. A 89-es rendszerváltozáskor, illetve 90-ben egyetlen megszervezett párt létezett Magyarországon, amelynek székházai, belső struktúrája, információs rendszer és egyébé volt, és ez a kommunistáknak a pártja volt. 89-ben egy viharos, tulajdonképpen folyamatban nem egészen konstruált pártok jöttek létre. Magyarországon ahhoz, hogy itt valóban egy több pártrendszer tudjon kialakulni, pártoknak meg kellett szerveződnie. Na most kérem, a Fidesz azóta egy nagyon erős, komoly hálózattal, információs rendszerrel rendelkező valóban párt. A többiekről ezt már nem mondhatom el így. Mert ebben is rengeteg vizsga lezajlott. Gondoljon a kisgazdákra, gondoljon továbbiakra is. Elhaltak tulajdonképpen, mert nem volt igazi struktúrája, és nem volt igazi programja. Most a Fidesz szem belül én rengeteg problémát látok, nem akarok erről beszélni, nem az én dolgom, de arról igen, hogy Orbán Viktorra föl kell tudni esküdni. Ez az egyetlen alternatíva, nincs más. És akkor a Viktornak viszont ezt tudnia kell, hogy rá fölesküdtek az emberek. És el kell indítani az elszámoltatást, a vidéknek a revitalizációját, és így tovább. Egy megszállt országban Orbán Viktor képes lesz erre? Az elszámoltatásra például, hogyha ez a megszálltság, ez továbbra is megmarad? Nem tudom. Ez egy fű alatti háború kérdése, és erről nem is szívesen beszélek. Azért nem, mert ami információm van, azt nem szolgáltatom ki. Mert nem csak a Gyurcsányfélékkel szemben nem szolgáltatom ki, hanem a nyugattal szemben sem szolgáltatom ki. Én nem vagyok politikus, ezért beszélhetek így. Mert egy politikus még ezt sem mondhatta volna el. Jobboldali egység. Viszont ha akarjuk, ha nem, ugye csak bejött a képbe a Jobbik. Sokan nem akarják, hogy erről szó essék, de valójában foglalkozni kell vele, szerintem. Ön szerint foglalkozni kell ezzel a kérdéssel? A Jobbik kérdéssel? A Gárda kérdéssel? Vagy pedig egyszerűen le kell söpörni? Két oldalról tudom a dolgot választ megközelíteni. Az egyik az, hogy a civil szervezeteknek százvalahány szervezetről beszélgetünk, aki részt vett ebben a Hősök terei demonstrációban. Van annyi ereje, hogy nemzetben gondolkozzon, és ne különböző manipulációkban. Engem nem zavar a Gárda sem, és nem zavar a Jobbik sem. Nem zavar a Jobbik radikalizmusa. Egy nagyon fontos. Teljesen mindegy, hogy Gárda, vagy Jobbik, vagy Fidesz, vagy mi, nem ebben gondolkozom. Abban gondolkozom, hogy az országnak meg kell változnia, és az lehetséges vezetők közül az egyetlen az Orbán Viktor, akire föl lehet esküdni. Slussz. Az összes többi engem nem érdekel. Tehát az az értelmiségi nyávogás, amit el tudja képzelni, hogy mennyi e-mailt kaptam én, hogy mennyi hibát és miket követtünk el, és a válaszom egyértelműen ennek a rengeteg embernek, külön-külön mindenkinek elküldtem, csináljátok jobbat. Slussz.